röviden annyi, hogy mikor a II. Világháború kitört 1939-ben készült, európai piacos autó, tehát nem Amerikából lett behozva, konkrétan Európára készült az autó, kilométerórás a kilométerórája is, és különlegesség, hogy a hátsó ajtó hátrafelé nyílik, és az autó 24 éven keresztül Németországban, a Daimler Chrysler Múzeumában állt, és azért őrizte meg ezt a jó formáját, jó állapotát. A belső kárpítozás, amit láthatok, az teljesen eredeti. 74 évvel ezelőtt ezzel a kárpittal érkezett ki. Érdemes még egyszer megnézni a tetőkárpitot, hogy milyen fantasztikus állapotban megy. A fényezése is nem tudjuk pontosan behatárolni, de körülbelül olyan 50 éves volt a fényezés is. Három még különlegesebb autó került be, és ez a Daimler Chrysler, a Chrysler és a Mercedes már nem tartozik egy cégnek, mert megvette a Lancia az 51%-át, és ezért a Chryslernek kellett jönni. Nagy nehézségek állási kerültnek szerint.